Köszöntöm nézőinket, folytatjuk a kertek bejárását, Karácsonyi Nyóros Ágnes kertjében vagyunk. Úgy tudom, hogy először nevezett a versenyre. Igen, először neveztem. Én tavaly előtt döntöttem úgy, hogy kertet alakítok ki magamnak, és akkor ősszel fel is ástam, és tavaly ültettem először a kis kertembe. Idén már egy kicsivel többet ültettem, mint tavaly, legalábbis próbálkozok, és már az első adag borsonkat leszedtük, akkor a petrezselyem, a zöldséget, répát is felszedtem, már 10 kiló borkát leszedtem, most már hála jó Istennek pirosodik a paradicsom, amit annyira vártunk, patiszon, hát a paprikám is ott van, hát az olyan kis gyenge paprika, de hát a fagyasztóban az is jó. A sóska, a petrezselyem, ezek mind-mind nagy segítséget jelentenek a családba, mert a lányok nagyon-nagyon szeretik a sóskát és a zöld borsót, azt lehet akkor kilószámra ennék napi szinten. Tehát akkor gondolom, hogy ez anyagilag is nagyon sok segítséget jelent, tehát ezt nem kell megvenni napjáron a piacon, de hát ugyanúgy azért napi elfoglaltságot is. Hát igen, nagy segítség ez, mert ugye csak finomabb borsót teszünk, finomabb a sóskánk is, és csak be kell nyúlnunk érte a fagyasztóba, és kivenni, és akkor csak hirtelen megfőzni. Ha hirtelen nincs valami ötlet, akkor csak benézek a fagyasztóba, hogy ott mi akad, és akkor ha más nem egy sóskát vagy rizibizit, ami a lányok kedvence, az gyorsan megfőzöm. És ugye anyagilag is nagyon-nagyon sokat számít az, hogy én művelem meg ezeket, és ízben is egészen mást ad vissza, mint az üzletbe vett élelmiszer. És ez körülbelül mekkora terület, hiszen láttuk, hogy itt a borsónak már a másodvetése is kell, az uborka is szép, itt ugyanak a Alfióra panaszkodott, hogy ez nem igazán úgy alakult, ahogy ön szerette volna. Hát igen, négyféle borsót vetettem, nagyon szeretik a gyerekek, főleg a nagyobbik lányom, ő úgy szokta pucolni a borsót rá, inkább nem is szabad bízni a pucolás, mert ő kóstolja, megnézi mindenkivel, hogy finom-e, így akkor nem marad belőle semmi a fagyasztóba. A karfiolom az hát nem olyan, mint amit a piacon, de én arra büszke vagyok, hogy legalább a saját termésem. És ugye nagyon szeretjük a rántott karfiolt, és abban próbáltam volna, hogy karfiolt termelek, de én ahogy elnézem, nem úgy alakul, ahogy én szeretném. Hát de majd azért minden kezdet nehéz, ahogy mondtam, még kezdő ezen a téren, de hát gondolom, hogy azért a tapasztalatait felhasználja, és akkor jövőre majd esetleg másképp csinálja, vagy hamarabb veti el, vagy esetleg más jellegű vetőmagot fog beszerezni, hiszen gondolom biztos volt olyan, ami szebben kelt, volt, ami kevésbé. Igen, tavaly például a borsót sűrűbbre vetettem, és akkor teljesen elfeküdt, és vele termés tavaly oda lett, mostanában másképp vetettem el. A paradicsom is úgy volt, nem tudtam, hogy mekkora lesz a paradicsom, és egy sorba vetettem 4-5-öt is, és akkor egyszerűen közé nem bírtunk menni, meg az is úgy volt, hogy utána karóztuk, mert nem tudtuk, hogy mekkora, de idén már eleve úgy ültettük el, hogy a palántákat, hogy már a megfelelő méretű karót odaraktuk mellé. És az uborkát meg még most idén próbálom először, mert a család is nagyon szereti az uborka salátát, mert 10 kilót le is szedtünk belőle. Azt is még most próbálom, hogy hogy kell jövőre megcsinálni, hogy ne szanaszét legyen a karózása, és hogy a sortávolság is megfelelő legyen, mert nem tudtuk, hogy mekkora lesz. Hát akkor a tapasztalatok megvannak, én azt kívánom, hogy jövőre is legyen szép a kertje, és sikerüljön mindent megtermelni, a családnak kell. Köszönöm szépen! Váci Sándorék kertjében vagyunk, Sanyi bácsival beszélgetünk, mint megtudtuk, betetszett tölteni a 80 évet, és még mindig nagyon szép a kert. Én először is gratulálok ehhez, hogy még ilyen idősen is ennyit tetszik vele foglalkozni. Mi mindent tetszenek itt megtermelni? Hát először is, ami fő nálunk, a paradicsom, mert ha minden nap megfőznénk, akkor is meg tudnánk tenni. Hát aztán a paprika, édes paprika, aztán erős paprika, cékla, aztán másodvetésben most juliskabab fel van futtatva, és uborka, lugas uborka, főzőtök, aztán van cukini is még, aztán zöldség, féleség, ugye a petrezselyem, sárgarépa, zeller. Hát ugye kicsi terület, ez nem lehet nagyon bővíteni a veteményeket, de én mióta ide kiköltöztünk 63-ba, azóta csinálom ezt a dolgot.
mikor mit vetünk bele, de úgy néz ki, hogy most is a paradicsom például jó húzamot hoz. És hát láttuk, hogy ilyen speciális tartó is van hozzá, tehát gondolom, hogy ezt is úgy megcsinált, a babot is ide futtatja, tehát azért gondoskodik arról, hogy mindennek jó legyen a hely. Igen, hát mert azt mondja, hogy a közmondás, hogy saját kárán tanul az ember, volt, mikor a vihar összeborította. Tehát masszívnak kell most már, hogy legyen, mert ugye, ha egyszer már ilyen állapotban van, nem szabad, hogy tönkre menjen. Hát iparkodok, minden nap itt vagyok én azért közte a betegségemtől függetlenül, de csinálom egy mi. Láttuk, hogy a kovászos uborka is készül már, tehát azt hiszem, hogy ezzel is kiegészíteni mindent. Ez már egy hagyomány nálunk, mert bár csak én és a gyerekek, unokák fogyasszák, hát ez már körülbelül olyan 15 kg körül járunk. Máma is már kettőt bekaptam így. Hát azt mondják, hogy egészséges, hát nekem meg nagy szükségem lenne rá, hogy segítsen. És hát mit jelent a kertészkedés, hiszen mondta, hogy betegség ellenére is jön, tehát ez egy ilyen nagyon fontos elfoglaltság minden nap? Hát már most egy kicsit kezd terhemre lenni a locsolás például. Hát nem tartok sokáig, mert egy fél órát lerendezem a virágokat, meg ezt is, de szóval komoly betegségünk van, és nem mindig van hangulatom hozzá, de csinálni kell, nincs mese. Hát én azt kívánom, hogy még sokáig legyen hangulata, jó hangulata, ahogy ön fogalmazott hozzá, és hát tényleg nagyon szép ez a kert, és reméljük, hogy nagyon sok minden be is fog érni, és bekerül a fagyasztóba, és hát ebből a sok paradicsomból tényleg tudnak sok mindent csinálni. Be fogjuk főzni, és akkor ugye szükség szerint bontjuk fel, és úgy is, mint befőtt paradicsomot felbontom, és szoktam belőle megkortyolgatni, hogy hát például a paradicsomot, ha kijövök és reggel még oda még hűvös van, akkor egy kés ketté vágom, azt nyelem lefele, hogy hát úgy vagyok vele, hogy saját termés, nincsen agyonra permetezve, jó. Én akkor azt kívánom, hogy jó egészsége legyen még sokáig, és tudjon még sokáig kertészkedni. Köszönöm. Béres Sándor kertjében vagyunk, itt először a szőlőről beszélünk egy kicsit, Csanyi bácsi, hiszen már nagyon szép a fürt, és mondta, hogy még egyszer ekkora lesz. Milyen fajta szőlő ez? Éva szőlőnek hívják, ez nagyon ritka az országban, és hát nagy nehezen hozzá sikerült jutnom ehhez a szőlőfajtához. Nagy örömömre, most mióta megláttam, hogy milyen szőlőterem, és milyen finom a szőlője. Hát ezt úgy hoztam külföldről, megmondom ezt is, egy kicsike veszőt, egy ekkora veszőt, és azt elültetem, próba szerencse lesz belőle valami, és amint látjuk, lesz. És már itt van mellette egy másik oltás, amit oltottam, és azóta én nem győzöm csak a veszőket adni a szomszédoknak, az ismerősöknek, a jó barátoknak, mindenkinek adok. Igaz, Hubeimre azt mondta, hogy Sanyi bácsi, ne adjál senkinek, nekem az összes kell. Hát én örülök neki, hogy ennyire felkapott ez a szőlő, mert tényleg gyönyörű és isteni finom íze van. El kell jönni és megkóstolni. Majd szaván fogjuk Sanyi bácsit, viszont beszéljünk egy picit a kertről, hiszen láttuk, hogy rengeteg alma van, nagyon sok minden megteremít. Mi mindent tetszett már bevinni, hiszen mondta, hogy az uborka az töménytelen mennyiségben jöhet, de mi minden van még? Igen, retek volt, azt is végig azt tettünk, retket nem kellett venni a piacról, nagyon finomak voltak. Zöldség, zöldséglevél, petrezselyem zöld, ezek mind innen erről a kis területről mennek be a konyhára, és én örülök, mert ezzel is tudom segíteni a konyhát, és az anyagi dolgokat is javítom vele erősen, mert hát ránk vér. Ránk vér, mert kicsi a nyugdíj, és ezzel tudom segíteni az asszonynak a konyháját lényegében, hogy a finom ebédet meg tudja főzni. És hát itt mondta Sanyi bácsi, hogy van szeder, láttunk pöszmétét, tehát azért sok-sok minden igen, van. Igen, ezek mind bekerültek a konyhára, és most a szeder van soron, és elég sok szederem van, hál' Istennek. Hát talán még abból befőtt is lesz, úgyhogy mindenre fel vagyunk készülve, és mindennek örülünk, mert amikor az ember csinál egy kis palántot, ugye örül az ember, amikor két levélben van, még nagyobb öröm, amikor látja, hogy az a palánt szépen fejlődik, és ennek az ember mindig tud nagyon, de nagyon örülni. Én annak az
illetőknek, akiknek ott a nagy területük és tudnák művelni. Én ajánlom ezt, mert ez mindegy külön öröm a számukra, mert ennél nagyobb öröm nincs, amikor látja a sarjadó növényeket, ahogy a keze által nőnek föl, és szépülnek meg. Nem beszélve a jóról, hogy bizony-bizony ezek a itt termel dolgok sokkal finomabbak, mint amit a piacról vesz az ember. Szóval ezért megdolgozik mindenki, mire betakarítja. Én azt kívánom, hogy legyen sok minden, amit még be tud vinni a konyhába, hiszen azért a termés ígéretesnek ígérkezik, hogy itt megnéztük, uborka is van rendesen, tehát azért még sok minden bekerülhet a konyhájukba. Paradicsomom lesz nagyon, ez biztos, mert ahogy én nézem most már a zöld paradicsom, amelyem is úgy áll, hogy körülbelül van olyan 10-15 kiló zöld paradicsom. Hát mire ez beérik, ez már dupla súlyú lesz, és hál' Istennek ezt be tudom vinni, és ezzel tudom segíteni a konyhát. Akkor még sok-sok évig tudja ezt csinálni, és ehhez jó egészséget kívánunk, Sanyi bácsi. Megvan az egészség is, az erőm is hozzá, és fogom is csinálni. Hát itt még gondjunk lesz majd ugye az alpolgármester asszonnyal, mert ebből a szép kertekből nem akarok én kimaradni sosem. Úgyhogy neki adom meg a munkát velem kapcsolatosan, hogy még sokáig legyen velem közös munkánk. Hát így legyen, hiszen akkor az azt jelenti, hogy még nagyon sok-sok évig találkozunk, Sanyi bácsi. Így van, fognak, ha élek, mert itt hozzá kell tenni azt, mert ugye az élet egy végleges dolog, hogy meddig él az ember, ezt nem tudja az ember előre sosem. De még sok időre tervezzünk, és jó egészséget kívánunk ehhez, Sanyi bácsi. Nagyon szépen köszönöm. Hát még itt el akarok mondani egy dolgot. Hát nekem nem csak a kertem fejlődik, hanem fejlődik a családom is. Ugyanis tegnap született egy gyönyörű szép unokám, aki nagyon szép gyerek, egészséges. A dédunoka, azt nem tettem. A dédunoka, igen, a dédunoka. Nagyon szép, nagyon egészséges, és én erre nagyon büszke vagyok. Akkor ehhez is még gratulálunk még egyszer, Sanyi bácsi. Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Bérci József kertjében vagyunk, nagyon sok minden van itt, mi is van pontosan, hiszen mondta, hogy rengeteget dolgozik ezért, hogy ilyen szép legyen ez a kert. Hát van itt vagy 7 féle, tetszik tudni. Sárgarépa, zöldség, akkor paradicsom, fokhagyma, vereshagyma, már a fokhagymát, vereshagymát felszedtük, úgyhogy sok minden van itten. A paradicsom az itt néztük, hogy egy tőn van rengeteg, tehát igen, kilónyi van. Több fajta, mert van ez a magos törzsű, ez itt tudod, még ezután érik, meg ez a régi parasztos útják, az a törpe paradicsom. Szerintem az a legfinomabb paradicsom, mert az nem is igényel annyi gondozás, mint ez a nagy erős, mert ez a nagy erősnek az a baj, hogyha nem úgy gondoz, az ember elbetegszik, mint a kövér malac, tetszik tudni, tönkre megy. Az nagyon jó, az a régi fajta, ez a hagyományos dolgok mind nagyon jók szerintem. A szőlőt is néztük, hogy itt is van olyan, ami már érik, tehát gondolom ez egy korai fajta. Ebből is van 7 fajta, van még régi ottálló is, 2, azt is szeretem én nagyon, meg csemegéből, meg sasztal, 7 fajta. Akkor ez a 7, ez most ilyen végigkíséri a kertet. Igen. Szilvafából is 7 van, vagy abból több van? Hát abból nincs 7 fajta, de ebből is van 5 fajta. 5 fajta abból is van, igen. Az utcán, ami van, az mind gyönyörű bauliszilva, azt én magam ültettem, vagy mennyi, vagy 6-7 éve. Az minden évben terem egy hordó cefrét. De itt mondta az előbb, hogy nem szeret unatkozni, tehát nyugdíjasként igen, is mindig leköti magát. Fontos, hogy gondoskodjon a családról is. Az a helyzet, hogy én 43 évet dolgoztam egy TSZ-be. Egybe. És szabadságon én sose voltam, mert állatnehézésben dolgoztam, ott nem jött sose helyettem senki. Azt mikor én hazajöttem nyugdíjba, majd elvesztem, hogy mihely fogjak, mert meg akart ölni azt, hogy ne csináljak semmit. Azt így azt rájöttem, hogy na nem, jó szág már nem nagyon van, mert csak 77 már az én korom, úgyhogy van vagy 30 tyúk, meg vagy 30 galamb, ez egy hobbi, meg az a kis kert, ennyi már. Meg majd az úr még nem szól, el leszünk. De hát itt azért mondta, hogy kijön reggel, amikor még hűvös van, igen, akkor egy kicsit kertészkedik. Ami olyan azt rám reggel, már 5 óra, akkor nem alszok, mert alvó voltam szokva, hogy 4-kor mindig keltem. Most 5 óra, akkor kijönk, akkor ha van valami, kiszaggatom, megkapálom, mikor meleg van, meg eltévészgetek. Itt azért olyan mennyiségeket mondott uborkából is, hogy egy picit úgy meg is lepődtünk, hogy hány százat szedett már le? 200-at, legkevesebbet, de még olyan 100 biztos van, vagy több van, mert van még olyan, amelyiken 14-et számoltam meg, csak egyen, és van ebből 14 tő, azt hiszem nekem, itt is van végig, meg amoda is. Nagyon szeretem tetszik ezt a savanyú uborkát, hogy megcsinálni a feleségem sóval, utána meg cukorra, ebből meg ezek a 3 litert egy nap. Rettentő. Utána egy kis autolas kolbász is lemegyen, azt el van az ember.
Hát akkor a fő az uborka, úgy látom, hogy ez nagyon kedvenc, a paradicsom is nagyon kedvenc. Azt is, meg nekem az a bűnöm, hogy én tanyán nőttem, ott születtem, azt szeretem, tetszik, tudom, amit ott látok. Azt, amit már leértékelnek ott a áruházban, az már nekem nem kell, akkor inkább lebbencsleves, mert az is egy nagyon jönnivaló. Annál jobb nincs a világon, csak az is úgy jól lebbencsleves, hogy szalonna, tojás, cseppkis kolbász bele, minden kell, a paprika, minden. Én azt kívánom, hogy azért még a 8-assal kezdődő éveket is érje meg. És 3 híja lenne, hát ha sikerül. De még többet is kívánok, és hát azt, hogy legyen mindig ilyen szép a kertje. Bár az esőt az előbb mondta, hogy nagyon várná az esőt. Nagyon kéne. Mindenre, mert még a szőlőre is most kéne, mert ahogy zsend úgy ott tövinek, nyásd be kék lenni, mert úgy megaszolodik, mint az öreg asszon tönkre megy, tetszik tudni. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen az eső, és ott essen, ahol ön szeretné, és legyen tényleg még jobb termés, és hát kitartást kívánok önnek ehhez a szép kert gondozásához, és jó egészséget. Köszönöm szépen. Hát nem is jó, de ez maradjon meg, ami van még egy darabig, mert olyan nagyon jó, nincs már ebben a korban, tetszik tudni, csak ez ne legyen rosszabb, már az nagyon jó, az már nagyon jó. A Kisvénkertben Rácz Imrének kertjében vagyunk, itt az előbb már megnéztük, hogy milyen szépek a cukkénék, patisszon, tehát nagyon sok minden van itt. Mi mindent termel meg magának? Hát mindent, amit tavasztól kezdve, a sóska, saláta, retek, zöldhagyma. Milyen az idei termés? Elégedett vele? Most igen, most sok esőt kaptunk, igen, elégedett. Láttuk, hogy a fokhagyma is nagyon szép, tehát ez valami speciális, vagy... Őszi fokhagyma, hát mi mindig ezt termeljük már évek óta. Mi minden vár itt még betakarításra? Hát még a krumpli, vagy burgonya, minek mondja a krumpli, Karcagon úgy hívjuk. Még az nehéz lesz, meg a paradicsom ezután jön. Hát meg még lesz még uborka, ha esőt kapunk, meg a szőlő. Nagyon sok a szőlő. Szilva. Itt az előbb beszéltük azért, hogy nem egyszerű ezt megkapálni sem, tehát azért biztos, hogy sokat kell vele foglalkozni, hogy ilyen szép legyen minden, a virágos kert is nagyon szép. Hát a virágot azért termelem, hogy egyik nap, ha itt vagyok a kertbe, akkor másnap a temetőbe vagyok, mert viszem a virágot. Nem szoktam venni, hanem innen. És hát látjuk itt a sok helyen, hogy kutat is furatnak, tehát gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy kevés az eső. Van kút nekem is, de szivattyú nincs hozzá. Mert az nincs bevezetve az áram, itt megy el előttünk, úgyhogy lehetne, de azt nem csináltattuk meg a férjem, mert utána én egyedül maradtam, és így. Már csak ilyen lelki kényszer ez nekem, hogy jövök a kertbe. De hát azért nagyon szép a kert, tehát azért sok időt kell itt tölteni, hogy ilyen legyen. Akkor hasznosan töltöm el az időt, de muszáj jönnöm. Sokat voltunk itt kint a férjemmel, a fiammal, és... Ez így maradt. Ez egyfajta egy ilyen kötődés is a kerthez. Gyümölcsfák, azok ide tartoznak? Miért tartoznak? Hát volt sok szilvánk. Hát a szilva is olyan, hogy az ültetjük és pusztul. De szoktunk főzni pálinkát, meg berakjuk a lekvárfőzés. Hát amire kell, mindent csinálunk vele. Akkor gondolom sok mindent nem vásárol a piacon. Hát nem sokat. Hát most a dinnye, ugye a szezon, meg a káposzta. Próbálkoztam káposztával is, de az nagyon bebogarasodik, szóval azzal sok a baj. Azt permetezni kell, én meg nem szoktam permetezni. Csak olyat, ami így megterem. Én akkor azt kell, hogy legyen egy kis eső, hiszen itt többen elmondták, hogy nagyon hiány. Kellene az eső, kellene most még, és akkor a paradicsom is. Mert hiába locsoljuk, nem olyan az, mintha esőt kapna. Én azt kívánom, hogy legyen akkor sok minden, ami még bekerülhet a fagyasztóba, és hát még sokáig jó egészségben tudja gondozni ezt a kertet. Ne, az egészség, az kellene. Kacsándi Sándorné kertjét az előbb megtekintettük a polgármester asszonnyal, de az édesapjával fogunk beszélgetni, hiszen ő most éppen nincs itthon, de megcsodáltuk, hogy milyen szép ez a kert. Mi minden van itt? Hát itt van paradicsom, uborka, akkor van ez a magos törzsű pöszméte, szilva, cseresznye, meg még zöldség is van, sárgarépa, uborka, az sok van itt is. És hát láttuk, hogy van kis fóliás is, amiben igen, nagyon szépen el van. Kívül is van, tetszik tudni, két sor ilyen paradicsom, ami már fel van karózva, majd még az is benő, úgyhogy ilyen paradicsom, nagy paradicsomosok vagyunk, mint borzasztó, szeretjük. Szalonnálva is jó paradicsom, meg minden, hogy öreg paradicsom pálinka helyett. Nagyon jó ennivaló.
Gondolom, hogy hát miután az előbb az önkertjében voltunk, azért sok szakmai tapasztalatot átadott a lányának. Hát, próbálom, csak tetszik, hogy úgy dolgozik, azt ő nem nagyon ír rá. Beste már hazajön kiállva, mert ott is annyi baj van, ahol ő van, úgy ott ő számol, ő mér mindent, mert egy boltban dolgozik most. És úgy, amikor este hazajön, amit tudok, megcsinálok én, mert én nekem meg kell, hogy mozogjak, mert akkor megöl a vér itthon, nem lehet. És hát gondolom azért ő is nagyon szívesen veszi a papa tanácsait. Mert csinálja, és szereti a kertet, meg mindig mondja, hogy apu, még ezt hogy csináljuk, meg mit csináljuk. Úgyhogy nincs gond ebben, meg közel is van, tetszik tudni, 2 perc alatt átrohanok, és akkor csinál. Tehát itt tényleg ki van használva minden négyzetméter, hiszen a borsó helyén már itt a karalábé, tehát tényleg igyekeznek minden négyzetmétert felhasználni. Igen, hát valamikor régen is úgy volt, hogy tudni, amikor a búzát learadták a parasztok, utána vetették már a mislinget bele, hogy a főd ne legyen ott potyán, meg jobb is úgy, mert tisztább a főd. És kísérletezgetni szoktak, hiszen itt mondta az előbb, hogy van olyan cseresznye, ami még nem terem, de vannak itt különleges körte, alma, tehát azért erre is figyelnek. A kísérletni én szoktam avval, hogy még volna jobb tetszik tudni, mert na az a lényeg, hogy ha már az ember termel, ne olyan termel, amit nem tud megenni se, hanem amit meg is tud enni. Ez a kísérlet az van úgy, hogy sikerül, van, hogy nem sikerül. Ez mint a nagy kísérletezőknél, ott sem minden sikerül. Csak úgy próbálja, azok jobban próbálják, mert nekik nagyobb a tapasztalatok, meg más a helyzetek. De én a magam módja, én is szoktam mindig valamit kitanálni, hogy most ezt vessünk, ilyen fajta dinnye legyen, vagy nem dinnye, paradicsom, mindenféle. Azt nagyon szeretem, a paradicsomot. Én akkor azt kívánom, hogy legyen ez is nagyon szép kert, és legyen nagyon sok olyan dolog, ami megterem, és az ön lányáik családjában is sok olyan dolgot tudjanak eltenni, amit beszéltünk, hogy önök is sok paradicsomot, uborkát, igen, mindent eltesznek, és hát segítse sokáig még a lányát a kertészkedésben. Nem volna rossz, köszönöm szépen. Nem volna rossz segíteni, hogy az majd meddig lehet, ugye ez olyan dolog, hogy ha egyszer lejár, akkor az hiába henceg az ember, tetszik tudni. De hát még soká járjon, nem, ezt kívánom. Nem tudni ezt.